A Bárka Színházban se fűtés, se társulat. Az emberek nagy része ugyanis szétszélett. Mert hogy senki nem segített rajtuk, sehová nem tartoznak, és a felhalmozódott közműtartozásokat sincs kirendezve. Elméletileg az önkormányzat a fenntartó, de ők sem fizetnek. Megy a tili-toli. Már maradt itt Tóth Tíme a riportja. Arra, hogy én úgy érzem, hogy a helyzetet nem Józsefváros önkormányzata idézte elő, vagy állította elő, hanem azt sem mondom, hogy az állam, hanem valami furcsa félreértés. Ezt mondta a 8. kerületi polgármester a Bárka Színház bezárásáról a képviselőtestület január végi ülésén. A színház fenntartója a Józsefvárosi önkormányzat, de tőlük tavaly már nem kapták meg a működéshez szükséges támogatást, ezért a színház az idei évadot nem tudta elkezdeni. Ez itt a Bárka Színház nagyterme, a Cseh Tamás terem. Nagyjából ezen a helyen kellene állnia a színpadnak, de több mint fél éve már csak díszletraktárként használják a helyiséget. Az 52 fős társulatból 27-en dolgoznak még itt papíron. Ugyanis tavaly május óta sem előadások, sem próbák nincsenek a színházban. A szolgáltató pedig január 12-én díjtartozás miatt a fűtést is kikapcsolta. A Bárka adóssága mintegy 160 millió forint. A színház decemberben kapott 21 millió forintot a társasági adókedvezmény, azaz a TAO rendszer keretében. Ebből 4 havi bért ki tudtak fizetni, de a közüzemi számlákra és egyéb tartozásokra már nem maradt. Nem tudom a mai napon megmondani, hogy mikor fogom megkapni ezt a fizetést, és azt sem tudom megmondani, hogy mi lesz a munkahelyemmel, hogy megmarad a munkahelyem, és tudok tovább dolgozni, vagy pedig megszűnik, és akkor valaki felmond nekem. Nem tudom, hogy ez kiteszi meg. Az önkormányzat márciusig meghosszabbította volna a Bárka vezetőjének szerződését, de Serez Zoltán ebben a helyzetben már nem fogadta el a megbízást. Állítólag van már új ügyvezető is, de vele a társulati tagok még nem találkoztak. Kérdeztük volna a Józsefvárosi önkormányzatot is, de a Bárka Színházról senki nem akart nyilatkozni. Maróti Tóth Tíme, a 7.24. Vendégem a stúdióban Seres Zoltán, a Bárka Színház volt igazgatója. Estét kívánok! Milyen érzés volt az hallani most, hogy van már új ügyvezető, de nincs fizetés? Feltételezem, hogy a új ügyvezető nem ezzel kezdi, először föl kell mérni a helyzetet, tehát azért sok információt kell begyűjtsön ahhoz, hogy döntéseket hozzon, és aztán utána, amikor meghozta a döntést, akkor ennek következményei vannak, bár azért a bérekhez hozzátartozik, hogy az mindenképpen prioritást élvez. Tehát a bér adó és járulék fizetési kötelezettség az az elsőbség. Minden azután következik. Tehát ebben nem nehéz döntést hozni egyébként. Elég rossz a helyzet, hogyha jól látom, és igazából azt is érzékelem, hogy már évek óta rossz a helyzet. Ön elég sokáig húzta. Igen, ez igazából ami a pénzügyi nehézségek kezdete, az 2010-11-es forduló. És ott az első olyan, ami nekünk nagy nehézséget okozott, az a 2011-es költségvetése volt a Bárkának. Ez, ami az önkormányzatra vonatkozik, hát az állami támogatás az egy másik ügy. És aztán innentől kezdve folyamatosan csökkent a támogatás. Aztán bejött a képbe, most már immáron ünnepeljük, hogy 3 esztendeje, az, hogy az állami tulajdonbevétel elkezdődik majd, Nemzeti Közszolgálat Egyetemmel kezdődött, aztán abból történt egy kifordulás, a KIM megszűnt, igazságügyi minisztérium, szóval ide-oda tologatják önöket. Igen, azért így nem lehet egyszerű dolgozni. Miközben Kocsis Máté azt mondta, hogy senkinek sem a hibája, mi történt. Én erre nagyon nehezen tudok válaszolni, ez senkinek nem a hibája. Hogyha őszintén akarok válaszolni, akkor én egyeteltek, én a magam dolgait megvizsgálom ebben az ügyben, és ahol hibáztam, azt én azt mondom, hogy hibáztam. Tehát én valószínűleg, hogy nem dolgoztam 100%-os eszenciális hatékonysággal, én is hibáztam. De a többit azt nem vállalom magamra. Tehát a többi hányadot azt valaki másnak is vállalnia kell szerintem. Halmozódtak folyamatosan a számlák, 160 millió forint. Akkor 160. Ezt most ki fogja kifizetni? Hogyan fog megoldódni a sorsuk? Itt mindenképpen a tulajdonosnak kell egy döntést hoznia, de azért ehhez hozzátartozik, hogy ezt 2014. június 28-ig kellett volna megtenni. Tehát azért a PTK-ban erre vonatkozóan vannak jogszabályok, és ugye a PTK-ra vonatkozó jogszabály az úgy szól, hogy a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül kell a tulajdonos. Látja a megoldást? Vagy már nagyon nem értek. Nem, hát itt minden a tulajdonos felelősség ebben az ügyben, és itt azért a tartozásnak bizonyos részére garanciát kell vállalni. Hát én feltételezem, hogy az önkormányzat most február 19-én
a képviselőtestület meg fogja hozni a döntést, ami erre vonatkozik. Tehát megy tovább akkor a Bárka Színház ön szerint? Ezt nem tőlem kell megkérdezni, ezt tőlük kell megkérdezni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.